Skipper magazin együttműködő partnerei, a Hanze Magyarország és a Keszthelyi Jachtkikötő. Élsportolóink hazaérkeztek, mindenki itthon van már Magyarországon, Bere Zsombi még piros cetlis karanténban egy-két napig. Ezt követően ők azért már egy vízi edzésmunkát elkezdenek itt a Balatonon, és természetesen a programjuk áttervezés alatt áll. Ugye örömhír azt gondolom a rossz hírek között, hogy az olimpiát ugyanabban az időszakban, ugye 21. július 23-tól rendezik majd meg. Ez abból a szempontból mindenképpen pozitív, hogy ugyanazokra az időjárási viszonyokra kell számítanunk egy év múlva is, mint amire most készültek a srácok, és hát a teljes programot a vészhelyzet, illetve a koronavírus járvány elmúlását követően újra kell szabnunk mindegyik sportolóinknál. Ugye a gyapjas testvéreknek még a kvalifikációja hátra van, a World Sailingtől annyi információnk van, hogy szeptemberig egészen biztosan nem rendeznek kvalifikációs versenyt, és hát egyelőre itt tartunk. Az, hogy az olimpia egy évvel később kerül megrendezésre, várhatóan anyagi problémát is eredményez majd, hiszen a támogatóink egy része már most megszüntette a támogatásokat, illetve nincsen még információnk arról, hogy a sportállamtitkárságról mennyi támogatást kaphattunk az élsport finanszírozására. Ugye az idei évben csak egy fél évet kellett volna, hogy az olimpia előtt megfinanszírozni, erre a források rendelkezésre álltak, ugyanakkor mindenképpen szeretnénk támogatni a sportolóinkat, hogyha ősszel el tudnak kezdeni ismét nemzetközi porondon versenyezni és felkészülni, hogy az eredményes felkészülés ne akadjon meg, és az olimpián 2021-ben is sikereket érhessenek el. A Skipper magazin együttműködő partnerei, a Hanze Magyarország és a Keszthelyi Jachtkikötő.